Szerinted a Johnny azáltal, hogy folyamatosan újra és újra elmondja a történetét a barátainak, azáltal ő jobban megérti magát ebben a három képregényben? Ezt mondd el még egyszer ezt a mondatot, csak most Doug-gal. Szerinted az, hogy Doug újra és újra elmeséli a történetét a korgott a gyomra? Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Képregények Titkos Élete Podcast hős sorozatának 6. adásában. Ebben az epizódban ismét Skype-on beszélünk, még mindig karanténban töltjük a hétköznapjainkat, de se baj, mert így annál több időnk van képregényt olvasni. A mai alkalomra egy trilógiát hoztunk, ennyire unatkozunk ugyanis. István, leplezd le, hogy mit hoztunk, kérlek! Charles Burns Last Look című trilógiájáról fogunk beszélni. Sokáig senki nem tudta, hogy pontosan hogyan is kéne nevezni, de végül Last Look néven jelent meg egy kötetben, egy szerintem nem túl szép kiadásban. Eredetileg 3 nagy francia album méretű kötetben jelent meg, ezt is fogjuk majd ma olvasni. De először beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is Charles Burns. Charles Burns-nek én a Black Hole című képregényét olvastam korábban, azt többször is. Az első benyomásom a Black Hole-ról, mert nagyon tisztán emlékszem rá, az az volt, hogy úristen, mi ez? Ösztöndíjam voltam, és járhattam egy képregényórára, és ott a nagyon része volt. Ilyen graphic medicine, vagyis képregényel elmesélt mentális egészségről és fizikai egészségről szóló történetek voltak, és ennek része volt a Black Hole, ami igazából kamaszokról szól, ahogy megpróbálnak helyet találni a világban, ehhez tartozik nagyon sok különböző tudatmódosítószer, és nagyon sok elképesztően furcsa szimbólum Burns teljesen egyéni stílusában, úgyhogy ehhez képest számomra az, hogy a Last Look egy színes album sokszor nagyon letisztult vizuális világgal, amiről mindjárt beszélni is fogunk, hogy nincsen az a sok sugalmazott feketeség, az egy egészen másfajta olvasás élményt adott, mint amit vártam. A mester egyébként szokatlanul visszafogott, ő azért már elég régóta, lassan 30 éve készít képregényeket, nem túl sokat, ami azért is van, mert ő egy nagyon elismert illusztrátor és grafikus, és animációs filmekhez is elég sok köze van. Tervezett borítót Iggy Popnak is, képregényekre valami kevés ideje marad, és saját elmondása szerint is baromi lassan dolgozik, rengeteget jegyzetel és rengeteget vázlatol, aztán elfelejti, hogy mit jegyzetelt le és mit vázlatolt le, úgyhogy állandóan vissza kell keresni, hogy mit csinált, és emellett próbálja megtartani a saját ösztönös elképzeléseit is a munka során. Úgyhogy ezt a trilógiát is kb. 4 éven keresztül készítette. Igen, én most elővettem a publikációs sorrendet, szóval az első kötete a trilógiának, az X'd Out, amit mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy kiütve, az 2010-es, 2012-es a The Hive, a kaptár, és 2014-es a Sugar Skull, a cukor koponya. És egyben pedig 2016-ban jelent meg, Last Look, utolsó pillantás címmel. Akkor képregényt a kezekbe, és lássuk. A trilógiát a Jonathan Cape és a Pantheon jelentette meg, az első kötetet a Pantheon Books jelentette meg, az utolsó kettőt pedig a Jonathan Cape. Igazából nem tudni, mi az oka a kiadóváltásnak. Szerencsére megtartották a formátumot, és minden teljesen egységes a kiadóváltás ellenére. A francia méretű albumokról van szó, ilyen szép keménykötésben, amik rendkívül klasszikus hatásuk van, hasonlítanak az ilyen 60-as, 70-es években megjelent képregényekre. Lehet, hogy nem is véletlenül. De miről szól ez a képregény, amiről már ennyit beszéltünk, és ami ráadásul az én egyik kedvenc képregényem. Főszereplőnk Doug a képzőművészeti egyetemre jár, és a saját hangját és a saját útját keresi, és itt egy fotóórán megismerkedik Sarával, akivel
hát össze is jönnek. Csak hát Sarahnak van egy rendkívül agresszív és abuzív ex-fiúja, akit bár a rendőrök elvisznek az első kötetnek a legvégén és börtönbe dugják, ennek ellenére a visszatérése az folyamatosan Damoklész kardjaként a fejük fölött lebeg, és hát Doug próbál felnőni a feladathoz, hogy ő legyen Sarahnak a barátja, és közben pedig próbál hiteles művésszé válni, performance előadóként. Van egy alter egója, Johnny 23, vagy Nit-Nit. Johnny 23 pedig mindeközben, miközben Doug próbál felnőni ez a feladathoz, egy teljesen alternatív valóságban. Bocsánat, ezt muszáj felolvasni. Annyira bírom, hogy munkát kap a kaptárban, ahogy gyík emberek. Komolyan ezt a bőrt hogy találtok? Én sem tudom. Bocsánat. Mindeközben egy alternatív világ van, Johnny 23, Doug alter egója, egy rejtélyes helyre vetődik, munkát kap egy gyík emberek által üzemeltetett kaptárban, ahol a királynők által tolt tajásokat tárolják, a gond csak az, hogy Johnny beleszeret az egyik királynőbe. Az a nagyon jó ebben a képregényben, hogy a gyík emberek által üzemeltetett kaptárat az olvasó komolyan tudja venni. Amikor olvas a podcasterek, amikor beszélnek róla, már nem tudják komolyan venni. De ott, mert hogy ezek a gyík emberek ilyen tök parasztok, szegény Johnnyval vagy Nit-Nittel, és az ember ott szulkor, hogy egyáltalán megélje a másnapot, az a szerencsétlen, de így elmondva, így nagyon komikusan hangzik. Az a történet sor, amit az István az előbb elmondott, az sosincsen így ebben a sorrendben tálalva az olvasó számára, hanem fokozatosan, ahogy egyre többet ismerünk meg a különböző idősikokból, illetve az egyes szereplőkről, akkor jövünk rá, hogy vajon mi előtt, és mi után lehetett, és igazából csak a harmadik kötet végén jön rá az ember végül is, hogy az egyik legfontosabb cselekmény szál, ami igazából semmi másból nem áll, mint hogy betegen fekszik a pincébe a főszereplőnk, az mikor van és miért van. Lenyűgöző az a fajta tudatosság, ahogy Burns már a képregény elejétől kezdve vezeti a különböző szálakat. Ahogy olvastam, akkor sokszor azt hittem, hogy oké, ezek ilyen párhuzamos valóságok, vagy egymásra reflektáló szálak, és van közte ilyen is, de van olyan is, amikor kiderül, hogy az egyik szál, amit már a legelejétől ismerünk, következménye egy másik szálnak, amit majd csak sokkal később fogunk megismerni. Ezekben a szálakban mindig ugyanazok a főszereplők, tehát művészeti iskolás egyetemista, aki stand-up-ol, aki egyébként nagyon hasonlít gesztusaiban Burns-re, mert ő maga is megpróbált stand-up-olni, és aztán az egyik interjúban mondta azt, hogy úgy örül, hogy ebből nem maradt fenn semmi az utókor számára, illetve nem stand-up-ol, hanem ilyen performance előadásokat csinál. Nagyon sokban a punk szénában is így Burns meghatározó élményei vannak benne, de nyilván ez nem ő ez a karakter, hanem épít a saját tapasztalataira. Az összes cselekmény szálában közös szerintem az, hogy útkeresésről szólnak, hogy eltévedésről szólnak, ezeket majd mind meg is fogjuk nézni, és az is nagyon közös bennük, hogy vizuálisan nagyon tudatosan vannak felépítve. És hogyha megnézzük mondjuk az X-Out, az első kötetnek a címlapját, akkor itt egyből a mélyére csöppenünk annak a összetett vizuális világnak, ami jellemzi ezt a művet. Itt láthatjuk a főszereplőnket. Elfelejtettem, hogy hívják a főszereplőnket. Doug-nak hívják a főszereplőnket. Fölírom. Itt láthatjuk a főszereplőnket, Doug-ot. Abban az öltözékben van, ami az első kötetben az indító szál, ezt majd mindjárt meg is nézzük, tehát itt beteg. Egy ilyen nagyon furcsa tárgyat néz, és mögötte van egy mérgező folyó, valamint rengeteg sok szemét. Ugye az, hogy Burns vonzódik a szemét vizuális reprezentációjához, ez egyáltalán nem új a Black Hole után. Viszont ahogy ez a címlap kinéz, az egy az egybe idézi Tintin képregények címlapját. Felfoghatjuk ezt az egész trilógiát úgy, mint egy nagyon különös reflexiót Erzsé munkásságára. Rögtön itt a legmeghatározóbb és legbugyutább elem a címlapon, ez a tojás, amit a
Gyíkemberek a Kaptár című részben központi cselekménye nem emelnek. Ez is egy Erzsé címlapról átemelt elem, és maga Burns mondja azt, hogy egy interjúban, hogy kiskorában nagyon sok Tintin képregényt olvasott, viszont nem értette, hogy miről van szó, és egy csomószor nem tudta összerakni a sztorikat, és egy olyan elem, ami nagyon sokat gondolkozott kiskorában volt, ez a gomba, amit ő így tojásra rajzolt meg, de hogy ez a mintás elem. És mára ennek a címlapnak igazából a vonalvezetése is, meg a színezése is tisztelgés Erzsé Linkler, azaz ilyen árnyékmentes, egyszerű színeket használó, nagyon letisztult ábrázolás módja előtt. Hogyha kinyitjuk a képregényt, akkor egyből egy kollázs oldalt látunk, amit szintén Erzsétől vett át Burns, megmutatja igazából a legfontosabb motívumait ennek a képregénynek, amik minden egyes síkban megjelennek, és az ember, vagy legalábbis én minden egyes síkban megpróbálom értelmezni őket, hogy vajon megértem-e, hogy mi például ez a malac, ami itt éppen a jövekben van rakva, de időnként pedig ilyen magzatot utánoz, időnként már megszületett kisbabát utánoz, időnként csak egy malac, minden cselekmény szálban ott van, de valahogy sosem fejtődik meg, hogy mi ez. Ugyanígy láthatjuk még itt ezt a tintnál arcot, amit fölvesz Doug, tabletták, amit folyamatosan szednek, vagy a polaroid fotók, hogy itt vannak ezek az elemek, hogy oké, olvasó, erre figyelj. Megoldást azt szerintem nagyon nehéz kibányászni. A képregény két vizuális síkon játszódik. Doug-nak a történetét egy ilyen nagyon realisztikus, vagy erre a Burns által megszokott ilyen realisztikus stílusban van megrajzolva. Johnny 23-nak, vagy Nit-Nitnek a története pedig az általad említett Erzsé-féle Linkler stílusban. Ez a két történetszál, ez sosem találkozik igazából a képregény során. Ilyen színes, ilyen tiszta színes panelek választják el őket egymástól, ilyen villódzó hatást érnek el a néző szem előtt. Az az érdekes, hogy a borítókon találkozik egyedül ez a két világ, ahol minden borítón Dagot látjuk, a Johnny 23-nak a világában minden esetben, tehát vizuálisan ez a két tér, ez csak itt találkozik. Ez a kollázs oldal, ez már eleve így visz minket befelé a képregénybe, és kezdi el szétválasztani ilyen fekete tezúrákkal egymástól a képeket, és szekvenciálni a történetet. Ezek a kollázs oldalak végül ilyen fekete és színes panelekre szétszedett oldalakban jelennek meg. Ez az X-Doubt-nál egy X-et mutat, a Hive-nál egy ilyen hegyszerű képződményt, a Sugar Skull-nál pedig ilyen koponya hatása van, de hogy itt is már az történik, hogy a színek szétválnak egymástól. Azt látjuk, hogy a borítón a főszereplő Doug van Johnny 23-nak a világában, majd jön ez a kollázs oldal, ami egyszínű, az első kötet esetén piros és fekete, a másodiknál lila és fekete, a harmadiknál pedig kék és fekete, majd jön egy csak színes paneleket, tehát egyszínű paneleket tartalmazó oldal, ahol ezek a színek, tehát a piros, a lila és a kék a feketétől elválva jelennek meg, és csak utána kezdődik el a történet, általában egy másik teljesen idegen színes panellal. Itt válnak szét a világok egymástól. Lenyűgöző az a tudatosság, ahogy Burns vizuálisan megtervezte ezeket a köteteket és ezeket a világokat. Azon gondolkoztam, hogy igazából, ahogy visszajön az a már említett malac, amúgy látszik, hogy a vezőparipám lesz ebben az adásban, vagy a polaroid képek, vagy a tojás motívuma, vagy az, hogy lyuk van a falon, mindig más szerepben, de tök rejtélyesen visszajön, meg teljesen fontos az, hogy adott oldalon belül hol jelennek meg az elemek, azon gondolkoztam, hogy igazából a Watchmennél van az, ahol ennyire tudatosan összerakták azt, hogy hogy nézzen ki a képregény, és ott is van reflexió a képregény történetre, ugye, ahogy olvassa mennyire mondjuk spoileresen az egyik karakter ezt a kalózos rémhistóriát, itt is az egyik karakter olvas egy 60-as évekbeli romantikus képregényt, illetve az egész képregényben egy szál Tintinre reflektál. Nagyon tudatos. Nézzük is meg talán, hogy hogyan indul az első kötet. Hogy a hallgatók is értsék, hogy miért az Istennek ez a kedvenc képregény, és miért vagy örülök annyira, hogy elolvashattam. Szóval az első kötet az egy fekete oldallal indul, amiben valaki, mint megtudjuk a második oldalon,
aludt. Tehát a Johnny 23-at látjuk, ahogy felébred egy ágyban, és a szoba végével lévő falon tátongó lyuk mellett megpillantja a macskáját, Inkit. És Inki azért is egy nagyszerű macska, mert ez is reflektál arra, hogy a Tintinnek a fehér kutyáját Snowy-nak hívják, mondjuk hófehérnek, és akkor ezt a cicát pedig Tinta feketének nevezte Burns. És egyébként, ha már itt így ilyen lexikális tudásaimat fitoktathatom Burns és Erzsé kapcsán, ez a beszélő lyuk, ez egy ilyen gyerekkori traumája Burnsnek, ezt is valahol mondja, hogy nézegette a Tintint, és ő ugye amerikai, ha jól emlékszem, Seattle környékén nőtt föl, de ezt meg tudjátok nézni az interneten, kertesházban nőtt föl, és volt egy olyan Tintin oldal, ahol a kaputelefonon beszéltek az emberek, vagy csörgött a kaputelefon, és ő nem tudta, hogy mi az, hogy kaputelefon, és nem ismerte föl, hanem azt dekódolta, mint gyerek, hogy a lyuk a falon beszél. És ez annyira megmaradt benne, hogy egy csomó képregénye tele van beszél lyukokkal, és ez rögtön egyből így nyit, hogy a Tintin figura egy beszélő lyukkal kénytelen interakcióba kerülni. És át is mászik ezen a lyukon, ahonnan lejut erre a mérgező folyópartra, majd egy másik lyukon, másik falon keresztül bemászik a kaptárba, találkozik egy gyíkemberrel, aki igencsak durva szavak kíséretében kidobja őt az utcára, ahol találkozik egy furcsa kinézetű fickóval, aki megpróbálja rávenni, hogy megegyen egy furcsa rothadó húsból kivett férget, de ebben szerencsére megállítja őt egy félmeztelen kisfiú, aki azt mondja neki, hogy ha éhes, akkor szívesen elkíséri egy másik helyre, és opciókat is ajánl neki, hogy hol adnak tisztességes reggelit ebben a városban. Útjuk közben Johnny megpillant egy szuterén ablakot, amin keresztül egy ismerős férfit vesz észre, de nem tudja, hogy honnan ismeri, és tovább sétálnak. Majd jön egy színes panel, majd tévéműsorokat látunk, és egy cigarettával kiégetett takarókat, a kék eget, egy kutyát, amint egy faágba kapaszkodva, egy megáradt folyón távolodik tőlünk egyre messzebbre, majd kiderül, hogy ez egy tévéműsor, és az imént a szuterénben látott férfi nézi ezt a tévéműsort, aki beszél az olvasóhoz, és utána azt látjuk, hogy Doug fölébred ugyanazon a kanapén, amin az előbb Johnnyt láttuk, megpróbál visszaemlékezni arra, hogy mi történt vele. Az első pár jelenet egymásba fonódásán a néző, olvasó teljesen elveszítheti az orientációját. Ugye ezzel a tintines szállal kezdünk, a hajával kezdünk, a tintin hajjal kezdünk. Maga a tintin szál, ahogy majd az olvasó később összerakja a reflektáldag életére, de itt a tintin szálon belül is a tintin átmegy egy lyukon egy másik világba, és ebben a másik világban benéz egy ablakon, ahol látja ezt az öreg embert, aki feltűnően ugyanúgy van öltözve, hogy ő van öltözve, ezen az oldalon, ahol mintha egymásra néznének, vagy hát ez az öreg ember igazából az olvasóra néz rá, az egyik utolsó olyan grafikus elem a Tintin haj, az olyan fajta beágyazottság, amit én itt ezen a ponton így megemeltem a kalapomat, és azt gondoltam, hogy oké, ezt nem lehet folytatni, és akkor kiderül, hogy a csodát nem lehet folytatni, mert van ez a kiégetett takarós dolog, amiről később megtanulja az ember, hogy melyik szárhoz kösse, és akkor hirtelen még televízióban látható események is segítenek abban, hogy elveszítsük az orientációnkat, és hogy összekössük például a sodródás eleme által ezt a kis kutyust a Johnny 23-mal. És amikor felébred a Doug, akkor az olvasó, aki eddig a Johnny 23-ról és erről a nagyon furi pincében lévő emberről olvasott, nem is sejti, hogy ő a főszereplő. Annyira jól félre vagyunk vezetve, hogy végig az agyunknak a vizuális memóriáját tökre aktívan kell használnunk olvasás közben, hogy rájöjjünk az egyes szálak között lévő nem csak cselekménybeli, hanem vizuális kapcsolatokra is. Én ezt a képregényt annak idején úgy olvastam, hogy hát, hogy megjelenés sorrendjében, ahogy láttam, hogy megjelent az első kötet, még megrendeltem interneten, ezt így mindig házhoz hozta nekem a postás, az összes megjelenés, és amikor az első kötetet elolvastam, akkor valóban így a végéig egy ilyen teljes zavartságban voltam, hogy
mi történik, mi lesz ez, hogyan folytatódik egyáltalán ez az egész sztori. Mert aztán egy idő után lesz benne sztori, az ember csak az elején van ennyire magára hagyva, de nem sokkal később így elindul egy történet, hogy Doug elkezd visszaemlékezni az életére, és elkezdi magának is elmagyarázni azt, hogy miért van itt, és miért viselkedik úgy, ahogy, és miért dobálja be egymás után egyre nagyobb mennyiség jó piátokat. Már az agját próbálja meg lecsökkenteni, amikor találkozunk vele. Elkezdi elmesélni ezt a történetet. Ami így elkezd lassan így értelmet nyerni az első kötet végére, de így is marad épp elég rejtély, hogy így azon gondolkozzunk, hogy mi is fog történni. És a második kötet sem igazán segít, és majd csak a harmadik fogja rendbe rakni az egészet. Ami a legérdekesebb, az, hogy azt gondolnánk, hogy ez a realisztikusan megrajzolt szint, amin a Doug-nak a története játszódik, az ugye a főszintünk, annak van alárendelve a Johnny története, tehát hogy ez egy metaszint az elbeszélésben, de valahogy ez mégsem valósul meg, nem igazán reflektál, nem kommentálja igazán a Johnny története a Doug-nak a történetét, hanem sokkal inkább egy vele egyenrangú és párhuzamos történetet próbál meg elmesélni, vagy legalábbis az olvasónak elég sokáig ez az érzése. Ami vizuálisan összeköti a kettőt, az a pont, amikor egy punk koncert előtt színpadra áll Doug egy szintén maszkban. És ott van az, ahol először utal a képregény arra, hogy ez nem A-nak és B-nek a története, akik majd valahol valamilyen módon találkoznak, hanem hogy A és B ugyanaz. És akkor utána legalábbis én teljesen átgondoltam az eddigieket. Doug ugye művésznek tanul, nem derül ki, hogy ő most fotósnak tanul, vagy a fotózása a hobbija, illetve performance-tal is foglalkozik. Szerintem az egyik nagyon fontos témája Doug-nak az, hogy hogyan fejezze ki, amit mondani akar. És amikor az első kötetben, az Zigged Out-ban először látjuk Doug-ot Burns, mondjuk, hogy hagyományos stílusában rajzolva, akkor is olyan tárgyak veszik körül, amik teljesen meghatározzák az ő szerepét a történetben. Itt van ugye jegyzetfüzet, meg egy ilyen félig eltakart Zepp képregény, meg egy ilyen nit-nit képregény, meg rengeteg polaroid, és kiválasztja azt a polaroidot, amely azt a lányt ábrázolja, aki később a barátnője lesz, Sarah-t. Ezen a polaroidon Sarah félmeztelenül van, és egy húsdarabban rakott kést tart. Az is, mert látszik majd a képregényben később, hogy hogyan készült ez a fotó, de maga az, hogy nők tartanak, mint valami Madonna, kis Jézus helyett ilyen teljesen obskurus tárgyakat, az egy folyamatosan visszatérő motívum, és talán érdekes rögtön már itt az első megjelenéskor beszélnünk egy kicsit arról, hogy milyen ember ez a Doug, az a Doug, akit itt látunk, akit több időségben is ábrázol a képregény, és hogy itt az elej, hogy néz erre a lányra. Szerintem eddig nagyon kerülgettük a spoilereket, és most vágjunk át egy spoileres adásba, István. Mert ezt szeretném mondani, hogy ez az időség mikor van. Jó, én benne vagyok. Az első spoiler az, hogy ez nem egy darab hús, hanem ez egy szív, ez egy marha szív, amit a kezében tart. Ezen a képen. Ami, tehát, hogy szerintem tök fontos. A második spoiler az, hogy ez a csaj folyton fotózik, és amikor megismerkednek, akkor a Doug úgy tekint rá, mint egy fantasztikusan vagány lányra, aki olyan képeket csinál magáról, hogy a világ legvadabb szexuális fantáziáit képes megmutatni magában másoknak. Tehát, hogy van egyfajta ilyen fokozott szexuális vonzerő, ami a Doug-ot Sarah-hoz vonza, amikor a marhaszívet a kezében tartja. Ebben a jelenetben, amikor először látjuk Doug-ot, akkor ő igazából már mindezen túl van. Amikor olvastam, akkor én még nyilván nem tudtam, hogy ez az egyik legkésőbbi Doug a történet, mert lesz majd később is, de hogy az egyik késői Doug, tehát hogy itt még nem tudjuk, hogy mire gondol vissza, és ugyan feltűnő a csaj szemében lévő szomorúság, meg hogy a Doug-nak is végül is van egy kötés a fején, ami azért nem a legboldogabb helyzet, de hogy a nőbe, mint ilyen vágyott párkapcsolatban, vagy vágyott szexuális partnerre való tekintés, hogy itt egy mennyire póz az egész, az szerintem az összes rétegben csak így ilyen pici morzsánként áll össze. Ez ugye azért is fontos, mert később
ahogy lassan kibomlik a Doug-nak a kapcsolata az apukájával, aki ez a, az úriember a szutenémben, akit a Johnny is... Spoiler! Látni vélt, akkor kiderül, hogy neki is volt egy ilyen nagy szerelme, aki után így állandóan vágyódik, és fényképeket nézeget, és azon nosztalgiázik, hogy mi lett volna, hogyha mégiscsak összejöhetett volna vele. Dagnak él még az anyukája, de őt sosem látjuk a történet folyamán, a hangját sem halljuk, csak beszélnek róla, vagy ő beszél róla a saját kis monológiában. Talán egy jelenetben valamilyen zajt csap képen kívül, de még annak sincsen külön vizuális megjelenítése. Csak megemlítik, hogy mi ez a zaj. Valószínűleg anya jött haza. És azt is a végén tudjuk meg, hogy igazából ahol most Doug van és lábadozik, ugyanaz a pince, ahol az apja nézegette titokban a fotót, és ráadásul az csak valamikor egészen sokára derül ki, hogy ez az ősebb ember, a Doug apja. Én tényleg volt olyan pont az olvasásom során, ahol úgy olvastam, hogy oké, ez ugyanaz az ember, és valamilyen loophole-ba került, és majd később ki fog derülni, hogy miért ismétli az életét ciklikusan. Van ez a ciklikusság, csak hogy öröklött családon belül viselkedési formákat pörgetnek, ő meg az apukája. Azt keresem a képek között, hogy hol vannak azok a fotók, amikor így csodálja a Sarah önarcképeit Doug, amikor így teljesen, hát amikor így beleszerelt, és az egzotikusság meg a frissesség hevében teljesen oda van azért, hogy milyen képek vannak a Sarah-ról, hogy mennyire kifejez tabu témákat is. Az annál a résznél van, amikor megtalálja fönt, elmegy erre a koncertre, és az emeleten talál egy ilyen furcsa, oltárszerű építményt, amin a Sarah-t látja ezzel a általad már oly sokat említett malacca. És utána van egy oldal, ahol elmeséli a Sarah történetét, és ott látjuk ezeket a képeket, amiket a Sarah készít meg a kiállításairól. És sokkal később mondja, amikor kinnál a színpadon, és elveszik tőle a mikrofont, és azon dühöng, hogy miért gondolják őt unalmasnak, és hogyan lehetne ő egy ilyen igazi művész, és hogy nem is tudják, hogy ő milyen okos, és hogy az összes hülye gyerek, aki itt van, és punkzenét hallott, az mekkora pózer, akkor gondol arra utána, hogy neki igazából az kell, ami Sarah képein lát, ez a, hogy ő mondja, ez a something dark and rich and new, hogy valami sötét, de ami rengeteg potenciált rejt, és ilyen új, és ilyen igazi. Most a végére ugrok, de az egyik legmegrázóbb pillanat számomra az volt, amikor így összeállt a fejemben az, hogy ezek mind csak a Doug-nak a kivetítései voltak, amit rávetített a lányra. Mondjuk úgy, hogy a jelenben egy párt alkotnak, akik folyamatosan veszélyeztetve érzik magukat a csaj exétől, aki folyamatosan telefonon, kaputelefonon, személyesen mindenhol zaklatja őket. És ugye a végére áll össze, hogy ezek a fotók nem azért készültek, mert a csaj akarta volna, hogy készüljenek, hanem mert az ex az fogta, azt megcsinálta ezeket a képeket. És hogy a jelzetekben beszélgettünk arról, hogy milyen ember ez a Doug, meg mennyire tekinthető hősnek, meg hogy a lány tekinthető-e hősnek. És akkor arra gondoltam, hogy a képregény igazából szándékosan hagyja, hogy ennyire félreismerjük a lányt. Hogy van ebben egy nagyon megrázó dolog, hogy vannak ezek a fantáziák, vagy sztereotípiák, vagy valamik a nőábrázolásról, amik alapján a Doug elképzeli a leendő barátnőjét, vagy a megszerzett barátnőjét. Későn áll össze a Doug számára is, és nyilván emiatt az olvasó számára is, hogy ezek csak ilyen hülye sémák voltak. És hogy a csaj utálja az összes fotót, és elzárja egy dobozba, ahol rejtegeti őket, és a legszívesebben nem is mutatná meg sem a Doug-nak, sem senki másnak soha, hogy milyen fotók készültek róla a volt barátja által, de a Doug ráveszi arra, hogy már pedig megmutatott nekem, mert mi együtt vagyunk. És ez az egyik fajta séma, és ugyanakkor meg a képregénynek az egy másik szólama, tehát az a szólama, amikor a Nit-Nit, aki átment a lyukon, a gyíkemberek világába,
ahol titokban bemegy a Hive-ban lévő, mondjuk, hogy ilyen királynők szállására, és ott beleszeret a királynőbe, aki nagyon-nagyon hasonlít a Sarahra valami rejtélyes módon. Na mindegy, szóval, hogy akkor ez a királynő is ilyen képregényeket olvas, amikben sémák szerint viselkednek a nők, meg a férfiak, ilyen szerelmi sémák szerint, akkor azt gondoltam, hogy ez a két szál, hogy az egyik, amit a férfi vetít a nőre, hogy vagány, és akkor kiderül, hogy áldozat volt, a másik meg, amit a nő vetít ezeknek a 60-as évekbeli romantikus képregényeknek a segítségével arra, hogy a saját helyzetét magyarázza, mint még királynő ott abban a kaptárban, hogy mind a kettő igazából ilyen nagyon tragikus zsákutcáról szól. Igen, de ennek két dolog az oka. Az egyik ugye az, hogy a Nit-Nit, vagy a Johnny 23, teljes ellentéte, ugye, ahogy a nevéből is tűnik, a Tintinnek. Milyen a Tintin? Ő egy ilyen talpra esett, kíváncsi, rendkívül asszertív, és innovatív alkat, ő pedig egy ilyen teljesen passzív, teszefossza, fogalmatlan és borzasztóan naív valaki. Ahogy látjuk neki, igazából nem túl sok fogalma van arról, hogy mi történik így a királynőkkel, meg ők miért vannak ott, és talán a saját érzéseivel sincsen teljesen tisztában. Ugye amikor beszöktetik őt a királynőhöz, hogy vele tudjon tölteni egy éjszakát, akkor így végül is odaadja neki a képregényeket, amiket még megszerzett neki, és mellé bújik, és elalszik. De igazán érthető, hogy akkor ő miért is akart egy ilyen romantikus éjszakára bebújni neki, ez az elképzelése a romantikáról, vagy így a szeretésről, hogy így be tud vackolódni valaki mellé, aki ott van, akit ő így kedvel, és aki így jó meleg. A Dagnál pedig, hát ugye azt látjuk, hogy, ahogy te is mondtad, hogy van ez a jelen szál, hát igazából nem ez a jelen szál, ez is a múlt, mert ő ugye voltaképpen elmeséli a történetet, és azt látjuk a képregényből, és az a jelen, amikor ő elmeséli a történetet, és azt látjuk, hogy ezt a történetet ő éveken át meséli, voltaképpen a harmadik kötetben fejezi csak be, és közben már nagyon sokan megvádolják őt azzal, hogy újra és újra elmondja nekik, tehát, hogy az olvasónak még csak most bomlanak ki az utolsó szálak, de Dagnak a környezete meg baromira unja ezt a történetet, amit ő Sarahról mesél. És nyilvánvalóan ő a saját szemszögéből meséli ezt a történetet, ami rendkívül szubjektív, és ő is csak a kötetnek a legvégén érti meg, hogy milyen is igazából Sarah, és milyen az ő élete. Tehát, hogy igazából két ilyen vizuális síkunk van, De három történetünk, mert a Dag által elmesélt történet az a Sarahnak a története volt a kép. Az ő számára sem áll össze az egész képregény alatt. Azt finomítanám itt, vagy az én felfogásomban, amit mesél a Dag, és ez az, hogy ő most mesél, és újra elmondja, és már megint mindenkit fáraszt, ez igazából a harmadik kötetben lesz szerintem így hangsúlyos. De hogy ő nem konkrétan a Sarahról mesél, hanem a Sarah és az ő kapcsolatáról mesél, az én értelmezésemben. A saját szerepét is próbálja megérteni, és aztán valahol a második kötetben robban a bomba, hogy itt bizony arról is szó van, hogy az ő kapcsolatuk azért megy szét, mert a Sarah terhes lesz, és mást gondolnak arról, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni egy férfinak, meg egy nőnek, meg nekem, meg a másiknak. Ez egy olyan motivum, ami kimondva nincsen az első kötetben, és ami a harmadik kötetben a leghangsúlyosabb végül is a lezárásában a képregénynek. Egy ilyen nagyon nagy súlyt ad. Igazából még a még királynős kalandozásoknak is, mert ugye amikor, ahogy mondtad is az előbb István, hogy belóg a még királynőhöz, a Johnny 23 alias Nit-Nit ad a még királynőnek csokoládét, de a csokoládétől beindul a szülés a még királynőnél, és ilyen alient idéző képsorokban a tojások potyognak ki a le nem rajzolt takaró alá rejtett hatalmas potrohából, és itt a biológusok nyugodtan javítsanak ki, hogy a méheknek hogy hívják azt a részét, na mindegy. Akkor ő bepánikol, és elszalad, és így nem viseli gondját a tojásoknak, amik az ő felelőtlen beavatkozása, csokival való etetés miatt keletkeznek.
És ez a jelenet egyébként annyira groteszk, mert hogy rögtön az első kötetben rántottá tesznek meg, amikor a Nit-Nit szférájában evés van, akkor mindig van valami tojásos dolog, amit esznek, és akkor van egy olyan különösen megrázó jelenet, amikor a Nit-Nit és ez a nagyon ráncos öregember per gyerek per ilyen Benjamin Button-szerű pelenkás fószer eszik a rántottát, és akkor a Nit-Nit rántottájában van egy magzat. És akkor mondja, hogy én ezt nem eszem meg, és akkor annyit válaszol rá a pelenkás fószer, de emlékszem szó szerint, de hogy mit tudom én, kell a fehérje, hogy nem eszed meg, én megeszem. Ez így visszamenőleg egy ilyen annyira amúgy is megdöbbentő jelenet, de így meg még megdöbbentőbb, és így az is kérdésessé válik, hogy az a sok magzat, meg a malacka, meg mindenféle obskuruszokban való ilyen gyíkember magzatok, meg nem tudom, amiket még látunk, azokat az olvasás során az olvasó a csajhoz köti, mert ő az, aki ilyen fotókat készít, meg mit tudom én, de hogy igazából ezek a Doug-nak a félelmei attól, hogy úristen lesz egy gyerekem. Azt könnyebb látni a képregényben, hogy miért a csajhoz kapcsolódnak, mert hogy sokszor ő van velük ábrázolva. De hogy ezek ilyen rettegett képek, amiket a Doug a csaj mellé rak. Ahogy mondtad az előbb, nem más történik itt, mint hogy valamikor sok évvel ezután a párkapcsolat után a Doug elmeséli újra és újra és újra ezt a sztorit. És ő az, aki mindig azt, hogy félelmetes legyen a fogantatás, vagy ahogy készülődik a baba, azt ő csinálja meg félelmetesre. Azt lehet hinni egy csomó idék, hogy ezt a csaj csinálja meg, mert ez az ő művészete, meg az ő önkifejezése, de igazából a csaj önkifejezését a pasi meséli el. És van ez a jelenet, amit most sikerült megtalálnom, a 34. oldal Sugar Skull-ba, amikor jön a tojás, és eltörik, mert nem menti meg a Nit-Nit per Johnny 23 a tojást, és így a földre esik a tojás, ahelyett, hogy ilyen puha helyre esett volna, és akkor látszódik, hogy benne van egy ilyen magzat, az azért félelmetes, mert a Johnny látja ilyen félelmetesnek. Nem azért, mert a csaj eleve ilyen fényelvetesnek látna. Igen, ebben egyetértek. De hogy a Nit-Nit, a Johnny az eleve nagyon fogalmatlan figura. Tehát hogy semmit nem tud a körülötte lévő világról, ő állandóan dezorientált, hogy csomószor olyan helyen van, ahol nem kell lennie, akkor ezek a gyík emberek ilyen baromi csúnyán helyben hagyják őt, válogatott citok szavakkal, majd elküldik, hogy csinálja a dolgát. Ez a furcsa, igen, ez az öreg ember beoltott kisfiú, az, aki így gondoskodik róla, ő szerez meg neki dolgokat, meg ő adja neki az eszközöket, amik szüksége lehet mindenhez. Tehát minden így a szájában van rágva. Ebben, ahol eltörik a tojás, ebben a jelenetben is azt látjuk, hogy mint egy ilyen mesében, vagy nem is tudom, ő így ilyen egyszerűen így elmenekül erről a helyszínről, és nem próbálja meg tovább vagy bonyolítani a dolgokat, de igazából a dolgok sokkal bonyolultabbak lesznek ezt követően. Még ugye a Dougéknál így azt látjuk, hogy ők így elkezdenek eljátszani egy ilyen szerepet, hogy megpróbálják ezt megbeszélni, mint a felnőttek. Pontosabban a Sarah szeretné ezt megbeszélni úgy, mint a felnőttek lennének, de ez az ő számára is csak egy póz ebben az esetben. A Doug pedig ugye így, mint egy ilyen kisfiú, így megpróbálja ebből így kihúzni magát, de megpróbálja ezt úgy csinálni, mint hogyha olyan menő lenne, hogy így itt meg is van rajzolva, mint hogyha ő egy ilyen, post-punk sztár, így ugye mondja, hogy ő még nem lehet apa, és soha nem lesz olyan, mint egy apa. És a következő jelenetben azt látjuk, hogy a Sarah fekszik az ágyban és alszik, és a Johnny mellé fekszik, és akkor készít róla magukról egy polaroidot, mint hogyha összebújva aludnának. És ezt a polaroidot ezt látjuk már korábban is a képregényben, talán már feltűnik az első kötetben is, és akkor derül ki, hogy ez voltaképpen egy ilyen megrendezett kép. Tehát, hogy ebben semmilyen intimitás nincs, amit így neki tulajdonítanánk, hanem ez csak egy ilyen elképzelés
arról, hogy milyennek kéne lennie ennek a kapcsolatnak még mindig, és milyennek kéne lennie az év minden napján. Voltak éppen a Johnny valamilyen módon elkezdi ugyanazt csinálni, kevésbé pornográf és abúzív eszközökkel, mint amit a lánynak a volt fiúja csinált. Erre a megrendezésre reflektálok először, és aztán utána, meg mielőtt elfelejtem, a sodródásra. Szóval, hogy van az a jelenet, amikor az X-Out-ban lefényképezi a polaroiddal az instant megörökítésre alkalmas eszközzel ebből az időből, azt, hogy a Sarah, itt még nem járnak talán, hogy a Sarah megfog egy borotva pengét, illetve az egész eszkalálódik, és ez a megrendezés nagyon jól érződik ebből a jelenetből, hogy először a Johnny csak na hát, elszóltam magamat. Szóval, hogy először a Doug csak le akarja fényképezni a csajt, amire a csaj mondja, hogy oké, lefényképezhetsz, de fogok egy borotva pengét, amire a Johnny a kezébe veszi a fényképezőgépet, és akkor azt látjuk, hogy a csaj nem csak fogja a borotva pengét, hanem így fölvágja hosszában az alkarját a csuklójától kezdve, ami azért egy eléggé necces helyzet is lehet, hogyha túlzott a rányomja a pengét, és ugye ez egy nagyon fájdalmas jelenet, egyrészt mert látszódnak a csajnak a korábbi sebei, hogy ő vagdosta magát, vagy más vagdosta őt, ez így nem derül ki, de később kiderül, hogy a testének több pontján is vannak ilyen vagdosásból származó hegek. Másrészt meg, hogy igazából itt az történik, hogy a csaj reagál arra a helyzetre, hogy oké, fotó, akkor valami extrémet kell csinálnom, meg vagyok rendezve, akkor vágok. És hogy itt is már rögtön a legelején, amikor nem is járnak a Johnny, rendezi a csajt, ami a csaj olyan módon reagál szerintem, amit hoz az előző kapcsolatából. És a másik, ami eszembe jutott, az a kapcsolatban, amit az előbb mondtál, amikor arról beszéltél, hogy a Nit-Nit per Johnny 23 az sodródik egy ilyen kifordított Tintin. És hogy azt gondolom, hogy ebben a sodródásában, hogy ide megy, oda megy, abban nagyon hasonlít a főszereplőnkre, a Dougra, és ezért én alter egóként tekintem őket, mert hogy igazából a Dougnak két szakítását is látjuk ebben a képregényben. Az egyik szakítás az az, hogy mielőtt még a Sarah-val összejött volna, volt egy barátnő, aki nem volt elég punk, meg nem volt elég művész, meg nem értette eléggé azt a szénát, ahol szeretett volna mozogni a Doug, és ők úgy szakítanak egyszerűen, hogy elsétál onnan a Doug, és nem fordul meg, hanem átsétál a Sarahhoz, és akkor mondjuk este van, és kb. Másnap reggeltől ő neki a Sarah barátnője. És aztán, amikor a Sarahval szakítanak, az is egyszerűen így történik, hogy a Sarah lakásából egyszer csak elsétál, többet nem megy át, időnként még találkoznak az egyetemen, aztán telefonon beszélnek, aztán úgyse, és ekkor a szakítás után van az kronológiailag, hogy beköltözik ebbe a pincébe az apja szerepét magára öltve, de nyilván, amikor az ember először találkozik a Daggal a pincében, akkor nem tudja, hogy mi a helyzet, és az volt a megdöbbentő számomra, hogy tehát a Doug nyitó jelenetében ott a pincében betegeskedik, mi ott olvasóként nagyon sajnáljuk, és akkor csörög a kaputelefon, és ő rettek, hogy úristen, mi fog történni. Mind a három kötetben folyamatosan, ha csörög a kaputelefon, akkor arra rettegés a reakció, mert az a Sarah ex-pasiának a zaklatása, ordibálása, az utcán való minősíthetetlen viselkedése mindig a következménye. És a legvégén, a harmadik kötet legvégén tudjuk meg basszus, hogy a nyitó Dagos jelenetben az a kaputelefon, az a Sarah volt, aki megpróbálta volna ezt a kapcsolatot helyrehozni, hogy vette a fáradtságot, hogy átmenjen oda a sráchoz, és felcsöngessen, és a srác meg retteg attól, hogy vele kommunikálnia kelljen, vagy felnőttként kelljen szembenézni azzal a helyzettel, hogy vagy lesz egy gyereke, vagy nem. A sodródásnak van nem csak ez a Tintin szférája, hanem ez a teljesen akusztikai kaputelefonban megjelenített szférája is, ami szintén tintines, ahogy már a podcast elején mondtam. Csak a hallgatók kedvéért mondjuk el, mert lehet, hogy nem voltunk ebben a tekintetben világosak, hogy Johnny 23 történetszálában ez egy visszatérő elem, hogy valami sodródik a vízben, és egy faágba kapaszkodva, és maga Johnny is a harmadik kötetben elmenekülve a kaptárból, egy faágba kapaszkodva sodródik a vízen, amíg fönn nem akad egy hídon, és onnan pedig elindul a semmibe, a sivatagban. Szerinted a Johnny azáltal, hogy folyamatosan újra és újra elmondja a történetét a barátainak,
azáltal ő jobban megérti magát ebben a három képregényben? Ezt mondd el még egyszer ezt a mondatot, csak most Doug-gal. Szerinted az, hogy Doug újra és újra elmeséli a történetét a korgott a gyomrom? De nagyon hangosan. Szerintem hangosan korgott a gyomrom. Ez lesz a jó. Szerinted az, hogy a Doug újra és újra elmeséli a történetét a barátainak, az közelebb viszi őt ahhoz, hogy jobban megértse önmagát? Szerintem nem. Mi két nagyon fontos dologról nem beszéltünk a történet kapcsán, és az egyik az az, hogy a Johnny függő. És mégpedig azért, mert ő azért vonul mondd le... Mondd ezt újra, csak úgy, hogy tagot mondasz. Jaj, tényleg most én is Johnny-t mondtam? Igen. Ha akarod, ezeket benne hagyhatod. Jó. Mert ugye ez pont ez a célja a képregénynek, basszus, hogy elbroncsuk. Hogy... Na, hogy... Szóval az egyik az az, hogy a Doug függő, ő ugye azért költözik vissza a szüleinek az alaksorába, mert a Sarah-nak az ex-fiúja nagyon csúnyán elveri őt, de azért nem halálosan, csak egy ilyen komoly verést kap. Így baromira megijed, hogy odakint mennyi veszély vár rá. Elvonul a pincébe, ahol nem csupán fölöltözik az apukájának, hanem elkezdi szedni az apukájának a régi gyógyszereit is, amik ilyen ópiát származékok. Hát ezt nem tudjuk, hogy ezekről így sikerül-e lejönnie, de valószínűleg sikerül, csak utána viszont inni kezd nagyon erősen. És nagyon sokszor sem tudja magáról, hogy hol van. A második kötetben azt látjuk, hogy folytatódik ez a ébrellét és álom közötti állapot, ahol ő nem mindig tudja, hogy hol van, nem mindig tudja, hogy kivel van, és hiába próbálja újra és újra elmondani a történetet, nem mindig tudja már, hogy hol tart benne, és kinek mondta el. Például éppen azt sem tudja, hogy az aktuális barátnőjének elmondta-e. Ennek a barátnőnek például a nevét a harmadik kötetig nem is tudjuk meg, mert ő annyira szét van esve a második kötetben, hogy igazából semmit nem tud felidézni konkrétan vele kapcsolatban, csak a lánytól tudjuk meg, hogy közöttük milyen kapcsolat is áll fenn. Ennek az egésznek szintén van egy ilyen elég szürreális éle, de ugyanakkor elég jól megmutatja azt is, hogy egy függő vajon hogyan élheti meg a mindennapjait. Tehát ő ekkor még így nem tanul a történeteiből, mert nem is igazán tud belőle tanulni. Ide-oda ugrál az időben, próbál benne rendszert teremteni, és megérteni a saját helyét benne. A harmadik kötetre ugye azt látjuk, hogy ő már kitisztult. Lett egy új barátnője, aki egy ilyen teljesen átlagos lány, van egy rendes hétköznapi munkája, nagyon szereti őt, és tök megértő és türelmes vele, és Doug számolja a napokat, hogy mióta tiszta, de egyik este elrontja, és ismét szétesik. De utána megint megpróbálja magát összekaparni, és igazából így az olvasóval együtt a történet végén érti meg ő is, hogy miről szólt ez az egész. Megérti a helyét a történetben, csak arra jön rá, hogy ő ezt a helyet nem töltötte be. A rengeteg ellipszis és a töredékes elbeszélés az ezt csak még jobban kihangsúlyozza, hogy igazából egy olyan figurának a történetét olvassuk végig, aki nincs benne a saját történetében, folyamatosan a történetén kívül van. És tökre örülnék, Eszter, hogyha elmondanád, mert te most olvastad először ezt a képregényt, hogy milyen érzés volt a könyv végével szembesülni, mert engem annak idején emlékszem, hogy itt tarkon vágott. Azon gondolkoztam, miközben így meséltél, hogy egyre inkább értem, hogy miért Last Look a címe a trilógiának. Egyrészt, mert hogy nagyon sok minden átértékelődik az záró jelenettel, amit majd mindjárt elszpoilerezek, másrészt meg, mert más sem csinál a Doug, mint hogy nézi ezeket a polaroidokat, és akkor így más sorrendben rakja ki őket, meg újra rakja, és megpróbálja nézni ezeket az emlékeket, amik, mint ahogy megbeszéltük, egy csomószor beállított emlékek, pózőr emlékek, meg úgy fényképezik egymást, hogy alszanak. Amikor megérik arra az imár ilyen teljesen ilyen elővárosi
életet élő Doug, hogy szembesüljön a múltjának azzal a fontos részével, ami a szara volt, az utolsó jelenet. Doug elhatározza, hogy megkeresi Sarah-t, hogy találkozzanak. Igazából az olvasó, mondjuk, hogy erre a pontra van az, hogy kb. Helyre rakta az összes idősíkot, tehát hogy mi történt akkor, amikor még jártak, mi történt, melyik barátnővel, hány barátnő volt, mikor verték meg a Dagot, ilyesmiket, szóval hogy így mondjuk, hogy helyre raktuk, és akkor átkerülünk abba a kicsit meglettebb Dagot ábrázoló idősíkba, ahol a függésből annyi megvan, hogy még mindig halomra szívja a cigarettát, és ezáltal még mindig így nem tudom, ezzel a magatartásformával szerintem így kötődik az apjához. Elmegy Sarah-hoz, ahol szerintem nagyon fontos motivum az, hogy állarcos kisgyerekekkel találkozik, ugyanis Halloween van, és mennek csokit vagy csalunkot játszani, és ezek a kisgyerekek, meg olykor felnőttek is, ugyanúgy takargatják az arcukat, mint ahogy ő emögött a Tintin maszk mögött, amivel mindig a punkkoncerteken megpróbálta szórakoztatni az embereket. És ezek a beöltözött gyerekek szerintem valamilyen szerintem az ő gyerekességére is reflektálnak, és várnia kell egy teljes napot, mert valamiért nem számít arra, hogy Sarah elmegy dolgozni, és napközben nem lesz otthon. Szerintem ez egy olyan kis naív dolog, és meg kell várni a munkaidő végét. És amikor megjelenik a Sarah, akkor ott van mellette egy kisfiú, aki csontváznak van beöltözve, egy ilyen ráncos állarcos csontváznak, ami ilyen tök megdöbbentő. Eddig a pontig mi nem tudtuk, hogy hogy dönt a Sarah, hogy tényleg megszületik a kisfiú, és érzelemdús ez a találkozás számomra, főleg amikor leveszi a maszkot a kisgyerek, és így úgy van megrazolva nyilván, hogy hasonlítson az apjára, és az volt még számomra nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire szépen és éretten beszél a Sarah a gyerekkel. És ilyen éretten meg szépen a képregény során nem beszélt egymással senki, soha. A jegyzetekben beszéltünk arról, hogy az egyetlen ember, aki így megérik, vagy ilyen nem várt módon tényleg felnőttként kezd el viselkedni, az ebben a jelenetben a Sarah. Szóval ez egy ilyen nagyon érzelemdús lezárás számomra, ahol így igazából ez az utolsó pillantás, ez átértelmeződik úgy is, hogy meg lehet látni most a Sarah-t úgy, ahogy eddig a képregényben hiába próbálta megfogni a Doug, hogy ki ez a csaj, meg mi kapcsolatunk egymással, nem sikerült, és most meg lehet látni a Sarah-t úgy, hogy egy ilyen érett nő, és van itt ez az oldal, ahol leveti a srác a maszkot, de ennek az oldalnak a közepén a Sarah profilja van, ahogy nézi a Dagot, és egymással szemben állnak igazából az utcán, de szerintem az egy nagyon erős vizuálisan, hogy ők így el vannak vágva a panel határok által. Mint hogyha nem egy térben lennének. Korábban nála is egy ilyen póz volt, hogy így megpróbál felnőtteset játszani, ő belőle valóban felnőtt lesz. És ugye a kisfiún is azt látjuk, nem túl sokat beszél, de amikor ugye megszólal, abból kiderül, hogy ő ilyen elég határozott, ő tudja, mit akar, és tudja, hogy mire van szüksége, nem úgy, mint ahogy például ezzel az apja volt, még akár a 20-as éveiben is, hogy csak így keresi magát, és nem tudja, hogy mi az igazán jó neki, és hogyan érzi jól magát. Erre a szöveg is rájátszik, mert az utolsó mondat, amit a Sarah mondta Dagnak, az az, hogy figyelj, ezt te rám egyáltalán hallod, amit mondok, és akkor erre jön a már ismert, már kétszer legalább használt séró az égben kompozíció, és akkor itt a Doug monológia az, hogy nem figyelek, nem is vagyok itt. Szóval ő szerintem nem képes ebben a képregényben arra a fajta fejlődésre és érési folyamatra, amire a Sarah képes volt. Nem ennyire negatív a zárlata a képregénynek, mert az igazi utolsó jelenetben a Nit-Nit visszatalál a gyík emberek földjéről, és megtalálja újra az inkit, a fekete cicát, és visszamászik a lyukon, és az az illúziónk, hogy valami változás történt, aztán az kiderül, hogy ez mennyire elég. Ezzel van vége a képregénynek, hogy ismét megszólal a lyuk a falban, és ez a kérdés, hogy most vajon válaszol-e neki valaki, és ha válaszol, akkor annak mi lesz a vége. Szóval ez egy érdekes motívum, hogy a kaputelefon csörgése az, amitől így nagyon sokan félnek ebben a történetben,
történet egy adott pontján, ugye a Sara is folyton fél a kaputelefontól, nem csak a Doug, sőt lehet, hogy a Doug igazából tőle tanulja meg, hogy félni kell a kaputelefontól. De hogy sok ember, így például én is, például olyan vagyok, hogy lehalkítva hordom a telefonomat, mert nagyon nem szeretem, ha csörög, és nagyon feszült leszek a csörgéstől. Ha más emberek telefonja szól, attól is valahogy ilyen kellemetlen érzéseim lesznek. Tehát ez a csörgés voltaképpen, mint egy ilyen megfoghatatlan hatalomnak a képviselője, hogy így megszólít akkor, amikor nem akarom, akkor, amikor nem várom, és nekem válaszolnom kell. Tehát van egy ilyen imperatívus, hogy neked válaszolnod kell. Ugye, mit tudom én, egy találkozás egy rendőrrel, vagy egy bármilyen hatalom képviselőjével, aki felettünk van, az azért is fenyegető, mert hogyha ő feltesz egy kérdést, arra válaszolni kell, és ijesztő és elképzelhetetlen a számunkra, hogy mi történik akkor, ha megtagadjuk ezt a dolgot. És a telefoncsörgést, meg egy kaputelefoncsörgést még el lehet kerülni, csak mi annak a következménye. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és ez a nem tudás, ez egyszerűen nagyon izgalmas, és nagyon ijesztő is. Szerintem itt átértékelődik a kaputelefon az utolsó panelra. Szóval az, hogy fenyegetés hordoz, az valamikor korábban, amikor megtudjuk, hogy Sarah utána ment a Doug-nak, és megkeresse abban a rohadt pincében, és kaputelefonozott neki, de nem vette föl a Doug kapcsolatot tulajdonképpen a Sarával, akkor egy kudarcnak a jelképe volt, és itt a végére ez egy ilyen kapcsolatfelvétel lehetősége. Igazából annak a nit-nit világbeli példája, nit-nit világbeli megfelelője, hogy a Doug fogta és elment a csajhoz. És ugyanúgy benne van a kudarc lehetősége, mint ahogy itt igazából nem sikerül normálisan megbeszélniük semmit a találkozó alatt. Arra sincsen semmilyen garanciánk, hogy a Johnny 23 az képes lesz bármit bárhogyan csinálni. Viszont van itt ez a jó fekete oldal utolsóként, amit bele lehet képzelni bármit. Charles Burns Last Look című képregényével foglalkoztunk a podcastunk mai adásában. Fontos hirdetni való, hogy a hős sorozatunknak ez volt az utolsó adása. Egy új sorozatba kezdünk, amit már javában szervezünk. Ha lemaradtatok esetleg korábbi részekről, akkor azt megtalálhatjátok minden létező platformon. Amik a Spotify, az Apple Podcast és a YouTube. A YouTube-on képekkel illusztráljuk az adásban elhangzottakat, ha esetleg kíváncsi vagy arra, hogy konkrétan miről beszélünk, vagy ez vizuálisan hogyan néz ki, akkor ott tudtok utána nézni. A SoundCloud oldalunkat valószínűleg meg fogjuk szüntetni, úgyhogy ha valaki még ott keresne az újabb adásokat, szerintem már az utolsó kettő sem került föl oda, ott már nem leszünk elérhetőek. Facebook oldalunkat viszont feltétlenül kövessétek, mert azt is mostantól elkezdjük feltölteni különféle tartalmakkal, okfejtésekkel, képregényes gondolatmenetekkel. Tartunk egy kis szünetet, de reméljük, mielőbb újra találkozunk, és addig a Facebookon elértek minket, illetve a levelezési címénket megtaláljátok mindegyik leírásunkban. Oda is várjuk az észrevételeiteket, kérdéseiteket. Mi jövünk nem sokára. Köszönjük, hogy hallgattok minket, és sziasztok! Sziasztok!